Felső vezetékre dőlt egy fa, ehhez riasztották a tűzoltókat, akik megvárták az áramszolgáltató szakembereit, hogy kikössék az áramellátásból ezt a szakaszt. Ez már egy másik gyakorlat, mezőgazdasági munkagépre szakadt a nagy feszültségű vezeték. A járműben várja a sofőr, hogy kimentsék. A harmadik esetben pedig egy kisház gyulladt ki, amit áramtalanítani kell az oltás megkezdése előtt. Ezt a gyakorlati bemutatót az E.ON szigetvári áramhálózati tampájáján mutatták be a sajtóképviselőinek. Fontos, és ezért kell gyakorolni, a tűzoltók és a villamossági szakemberek közös munkája. A szakmai és emberi kapcsolatokon keresztül, amit a kollégák, mind az áramszolgáltatós kollégák, mind pedig a tűzoltó kollégák el tudnak magukkal vinni, és ezek a megszerzett ismeretanyagok és a megszerzett kapcsolatok ott a helyszínen, éles helyzetben nagy valószínűséggel működni fognak, egy sokkal biztonságosabb munkaterületet és munkavégzést tudnak biztosítani majd. Olyan helyzeteket mutattak be szerdán, amik gyakorta előfordulnak a való életben is. Ezek napi. Sajnos azt lehet mondani, hogy a napi gyakorlatunknak a részei. Persze ebben vannak szezonalitások, hogy egy téli időszakban nagy valószínűséggel egy mezőgazdasági munkabérből nem kell így menteni, de alapvetően ez a napi gyakorlatunknak a része. A tűzoltóság és az áramszolgáltató között már két évtizede tartó együttműködés keretében végeznek ilyen közös gyakorlatokat. Sok riasztást kapnak a tűzoltók olyan esetekhez, amiket most bemutattak a tampáján. Az idei évben is meg 266 eseménynél kellett a kollégáknak tűzesetnél, elektromos tűznél beavatkozniuk. Emellett ugye a viharkárok azok, amelyek nagyon sok esetben a beavatkozásokat igénylik. Itt nagyon gyakori az, hogy az áramszolgáltatónak a kollégáival kell együtt működnünk, itt azért már több mint 1000 esemény van évente, és hát ne felejtsük el azt, hogy amikor egy épített környezetben megyünk, akkor alaphelyzetben lehet, hogy nem az elektromos áram okozza a tűzesetet, vagy azt a műszaki mentési igényt, ami megjelenik, de az elektromos áram ott van a környezetben, és másodlagos veszélyt jelenthet. Ezért fontos az együttműködés az áramszolgáltatóval a tűzoltó ezredes szerint. A szigetvári tampájára idén, május óta már 450 tűzoltó érkezett, hogy begyakorolja, mit kell tenni valóságos helyzetben, ahol együttműködve az áramszolgáltatóval közösen tudják csak elhárítani a veszélyeket.